kérdéses az utánpótlás. A legtöbb aktív házi orvosi szakképesítéssel rendelkező orvos a 60 és 70 év közötti korosztályba tartozik. Jól hasznosították az 5 millió forintot. A Szent Istváni iskola fejlesztésére fordították a képviselői keret összegét. Ne drogozz, mozogj! Gálos Rolanddal edzettek együtt a fiatalok. Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió március 1-jei, szerda esti híradója már is kezdődik. 6. Összesen ennyi 30 év alatti háziorvos dolgozik hazánkban az egészségügyben. A Magyar Orvosi Kamara napokban közzétett bejegyzéséből az is kiderül, hogy a háziorvosok kevesebb mint 7%-a tartozik a 40 év alatti korosztályhoz. Utána jártunk Baján és a környékén, mi a helyzet, illetve annak is, hogy városunkban hogyan működik a háziorvosi ügyelet. A Magyar Orvosi Kamara megkeresésünkre azt az információt adta, hogy Baján és környékén az alapellátók korfája és eloszlása érdemben nem tér el az országos átlagtól. A tőlük kapott grafikonon és táblázatban jól látszanak az adatok. Az egyetemen évente körülbelül 1250-en végeznek, ez 2-3 év alatt összesen 2600-3900 orvost jelent. Az általuk közzétett posztban szereplő 30 alatti 6 fő azt mutatja meg, hogy közülük mennyien gondolták úgy, hogy érdemes a házi orvosi képzést elvégezni. Ők biztosítják ugyanis az utánpótlást a korfa másik végével szemben. Jól látszik az is, hogy az összes háziorvos csupán 1%-a 30-35 közötti, ők összesen 58-an vannak. Ebbe az 1%-ba tartozik dr. Csordás Péter is. A 34 éves szakember 2020 áprilisa óta viszi a gyermekháziorvosi praxis Sükösdön, emellett a Bajai Kórház gyermekosztályán is ügyeleti feladatokat lát el. Kérdésünkre elmondta, fiatalként vonzó volt számára a letelepedési támogatás, amely jelentős segítséget jelentett a praxisának és az életútjának beindításában. A szakvizsgát követően úgy gondoltam, hogy háziorvosként szeretnék praktizálni, szorosabb a betegekkel a kapcsolat, jobban után tudom őket követni, és jobban meg is ismerem őket, ami nyilván könnyíti a további ellátást, terápiát. Én előtte egyébként már 10 hónapig helyettesítettem itt Sükösdön, így nem volt ismeretlen számomra a millió ez a környezet. Kis páciensei szülei nagyon elégedettek a fiatal orvos munkájával. Nagyon szeretjük, felkészült a doktor úr, nyitott az új újdonságokra, és látszik, hogy tapasztalattal rendelkezik. Dr. Ábrahám György a 40 év felettiek táborát erősíti, hamarosan betölti a 87. életévét. A Bajai házi orvos 55 éve dolgozik az egészségügyben, 51 éve rendelkezik praxissal, amelybe jelenleg majdnem 2600 fő tartozik. Munkásságát Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel is elismerték már. Mint mondta, a hivatástudat és a másoknak való segíteni akarás az, ami hajtja még mindig. Ezt a segítséget úgy láttam annak idején, mikor az egyetemre jelentkeztem, hogy ezt az orvosi pályán tudom legjobban megvalósítani az embereknek a támogatását, és azt empátiással, nem csak foglalkozásnak és hivatásnak tekintem, hanem amellett szolgálatnak is, tehát szolgálni. És ez van előttem, és ezért maradtam még mindez ideig a pályán. Mindeközben 2023. január 1-től országosan elkezdődött a központi háziorvosi ügyeleti rendszer átalakítása. A Bajai Központi Háziorvosi Ügyelet vezetője dr. Ádám András elmondta, városunkban egyelőre nem történt változás az eddigiekhez képest. Hétköznaponként 16 órától reggel 8 óráig van ügyeleti ellátás, hétvégén pedig 8 órától másnap, az ünnepnap másik 8 órájáig tart, tehát 24 órás ügyeletet tartunk. Hétvégén egy gyermekorvos ad nappali ügyeletet, és két háziorvos szokott még mellette ügyelni. Meg kell jegyezni, hogy Baja
térségében, tulajdonképpen Baja mellett még másik 22 település tartozik az ügyeleti rendszerhez. Ez körülbelül olyan 70 ezer fő. Az új rendszerben az ügyelet működtetését az országos mentőszolgálat veszi át megyénként. Továbbra is házi orvosok látják majd el a feladatot, várhatóan 16 és 22 óra között. A mentőszolgálat dolgozói pedig 22 és reggel 8 óra között viszik majd a szolgálatot. Baján ez várhatóan októbertől léphet életbe, de erről hivatalos értesítést még nem kaptak, tette hozzá dr. Ádám András. Március 2-án, csütörtökön ismét üléseznek a városatyák. A fő téma ezúttal az idei évi költségvetés lesz. A képviselőtestület ez alkalommal a megszokottól eltérően nem 9 órától ül össze, hanem délután 3 órakor kezdődik majd a tanácskozás. A Bajai Televízió természetesen most is élőben közvetíti műsorán és a YouTube csatornáján is az ülést, azonban amennyiben az 18 óra után is tart még, ami egybeesik az esti híradó időpontjával, úgy abban az esetben YouTube-on folytatódik a közvetítés, a képernyőn a híradó idejére megszakítják az élőadást, tájékoztatott Farádi Margit Edina főszerkesztő. Hamarosan megkezdődhetnek a szabadtéri szabadidős programok. A Magyar Turisztikai Ügynökség jó évre számít. Az előzetes foglalási adatok szerint a belföldi turizmus elérheti a koronavírus járvány előtti szintet. Utána jártunk, milyen program lehetőségek közül válogathatnak a bajaiak a következő hónapokban. Hamarosan jövünk a részletekkel. Új kerékpártárolóval bővült a Bajai Szent István iskola eszközparkja. A fejlesztés az önkormányzati képviselők számára elkülönített 5 millió forintos keretből valósulhatott meg az intézményben Csubákné Besesek Andrea kezdeményezésére. A városrészben további korszerűsítéseket terveznek, ehhez újabb forrása lenne szükség. Újabb fejlesztés készülhetett el a képviselők rendelkezésére álló 5 millió forintos önkormányzati keretből. Ezúttal a Baja Szent Istváni városrészben, azon belül a Bajai Szent Istváni általános iskolában hasznosították a forrást, ebből az összegből alakítottak ki egy új kerékpártárolót az intézmény udvarán. Gugán Antal, az iskola igazgatója elmondta, a diákok jelentős része biciklivel jár iskolába, a beruházásnak köszönhetően pedig ezentúl fedett helyen őrizhetik a kétkerekű járműveket. Azért a tavaszi időszak közeledik, és reméljük, hogy minél hamarabb itt is lesz, és ezzel azért megszaporodik a biciklik száma is az iskolában, és éppen azért nagyon örültünk ennek a kezdeményezésnek, illetve ennek a támogatásnak, ami meg is valósult, hogy így a bicikliknek végre lesz méltó helyük, és hogyha elered majd az eső, akkor a gyerekek nem fognak bent szomorkodni az iskolában, hogy ázik-fázik a bicikli. Egyre többen bicikliznek itt a tanítványaink közül is, mindenféleképpen egy nagyon praktikus beruházás volt. Bár az elmúlt években számtalan fejlesztés valósult meg az iskolában, a kerékpárok megfelelő elhelyezésére eddig nem nyílt lehetőség. Így sokan a falnak támasztva, vagy a földre fektetve hagyták járműveiket a tanítási idő alatt. Erre ezután már nem lesz szükség, mondta Csubákné Besesek Andrea, önkormányzati képviselő. Azt gondolom, hogy ez mindenkinek szól. Hiányzott az iskola udvaráról egy kerékpártároló, ez fedett, nem a fának, nem a falnak van támasztva, hanem helye van, és minden fejlesztés jó. Minden előrelépés jó, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez is egy lehetőség, hogy kulturáltabban tudják elhelyezni pedagógusok és gyerekek is az értékeiket, a kerékpárjukat. Az önkormányzati képviselő hozzátette, a beruházáshoz nem használták fel a teljes keretet, a fennmaradó összegből így befejezhették a korábban elmaradt járdaszakaszok korszerűsítését, a Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Közreműködésének köszönhetően. Kiemelte, a helyiek többször is jelezték igényüket a környező, földes utak leaszfaltozására. Megfelelő forrás esetén örömmel fogadnák az ilyen jellegű fejlesztések hírét is. Kiemelkedő munkájukért vehettek át elismeréseket közéleti személyek, valamint az Országos Rendőrfőkapitányság kötelékében álló rendőrök.
Az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Baleset Megelőzési Bizottsága 30 éve látja el feladatát. A kerek évforduló kapcsán a bizottság ezüst emlékérem kitüntetésekkel jutalmazta a munkájukat segítő egyenruhásokat és közszereplőket. A Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság állományából többen, köztük Gedovics Zoltán, rendőrfőtörzászlós, a bajai rendőrkapitányság munkatársa is átvehette a legjobbaknak járó elismerést. Az ünnepségen elhangzott, a rendszeres akcióknak köszönhetően az elmúlt 30 évben jelentősen 2400-ról alig több mint 500-ra csökkent a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Idén már elérheti a koronavírus előtti szintet a hazai turizmus. A közelmúltban rendezett budapesti Jubileumok éve a turizmusban című konferencián elhangzott, 2022 a kilábalás éve volt. A vendégéjszakák száma közelített a járványt megelőző időszak adataihoz, emellett a programok is zavartalanul zajlottak országszerte és városunkban is. Bizakodásra adhat okot a szállásadók és a turizmus más résztvevői számára az is, hogy a koronavírus, valamint a háború kitörése után a tavalyi statisztika azt mutatja, hogy kezd visszatérni az utazási kedv a magyarok körében. Míg 2019-ben 41 millió vendégéjszakát töltöttek el az országban az utazók, addig ez a szám 2022-ben 39,7 millió volt. A vidéki pihenésre továbbra is nagy az igény. Míg többen külföldre vágynak, sokan inkább a környéken töltődnek. Tavaly Egerben voltunk, az idén nem tudom, még bizonytalan. Lehet, hogy csak itt a környéken valamerre. De biztos, hogy megyünk valamerre. Muszáj kicsit kikapcsolódni. A saját nyaralónkon, Dunafürdőn. Nagyon szeretünk kijárni, meg csodálatos a Duna. Imádjuk. Különösképpen úgy nem szoktunk menni nyaralni, de ha megyünk is, akkor ilyen fürdőkbe, Múrahalom, meg ilyen fürdős helyekre, de viszont nyáron, ha a mi Dunánk, ki vannak az átonyok, és jó a vízállás, akkor kihasználjuk az alkalmat, és ott fürdünk, ott vagyunk kint, és ennyi. Ez a bajai panzió idén már teljes kapacitással üzemelhet, eddig ugyanis speciális igényeket elégítettek ki. Több szobát a hatóság rendelkezésére bocsátottak a határvédelemben résztvevő szakemberek számára. Kaiser János elmondta, már tavaly is növekvő forgalmat tapasztaltak, most egyelőre a téli időszak nehézségeivel küzdenek. Az ügyvezető elmondta, 2023-ban már jóval több foglalásra számítanak, a szabadtéri, kulturális, valamint gasztronómiai programoknak köszönhetően gyakran gyorsan betelnek a helyek. A várhatóan ugye április, május, június, július, augusztus, szeptember azok a hónapok, amikor megélénkül az idegenforgalom, de ez nálunk egy részét adja ki a foglalásnak, és akkor vannak olyan része, ami ugye ami szintén idegen forgalom, de a rendezvényekkel kapcsolatos igény. Például most volt a busójárás, és 100%-osan ki tudtuk adni a szobáinkat, mert Mohácson ugye kevesebb a szálláshely. A tavasz beköszöntével megnő az érdeklődések száma is az egyes programok, valamint szálláshelyek iránt. Schäfer Andrea azt mondta, érkeztek már megkeresések. Leginkább még az osztálykirándulásoknál tartunk, tehát most az osztályfőnökök azok, akik keresik bátran a lehetőségeket, és bízom benne, hogy egyre több ilyen megkeresés fog érkezni. Egyéni turistákat még annyira nem tapasztaltunk. Az az igazság, hogy pont a rezsiválság okán a Turinform iroda is csökkentett nyitva tartással volt évvégén is, és most az év elején is. Pont a mai naptól, március 1-től indultunk újra a normális nyitva tartással. És bízunk abban, hogy ahogy jön a tavasz, jön a jó idő, akkor úgy meg fog jönni az utazási kedv is egyre inkább az emberekbe. Bár 2019-ben szép számmal érkeztek városunkba kerékpáros és külföldi turisták is, a tavalyi évre ez az arány visszaszorult, tette hozzá Schäfer Andrea.
Az ágazat szereplői bíznak abban, hogy a hamarosan beköszöntő jó idő miatt kedvet kapnak az emberek, és a város programjai, valamint szolgáltatásai további látogatókat vonzanak majd Bajára. 2023-ban is jelölhetik a Varázspálca díjra a pedagógusokat. A Szurikáta Alapítványa diabéteses gyermekekért idén is 100 olyan kisgyermeknevelőt, óvodapedagógust, tanárt és tanítót jutalmazna, akik példaértékűen segítik a rájuk bízott cukorbeteg gyermekek ellátását a bölcsödékben, óvodákban, iskolákban, sportegyesületekben vagy zeneiskolákban. Az elismerésre az érintett gyermekek szülei és maguk a fiatalok is jelölhetik azokat a személyeket vagy munkaközösségeket, akik az ország településein támogatják a gyermekkori diabétesszel rendelkezők integrációját. A szervezet 2022-ben döntött úgy, hogy díjat adományoz azoknak a gyermekekkel foglalkozó szakembereknek, akik vállalják a napközbeni ellátást, a rendszeres vércukormérést, az étkezések előtti inzulinbeadást, valamint az alacsony és a magas vércukorértékek kezelését. Tavaly Bajáról az MNAMK óvodájának két pedagógusa, Géciné Kovács Klára és Ódor Katalin részesült az elismerésben. A Varázspálca díjra jelölő űrlap, valamint a részletek az alapítvány honlapján érhetők el, tájékoztatta bajahangja.hu. A függőségmentes hét prevenciós rendezvénysorozatban idén szerepet kapott a sport is. Kedden délután Gálos Roland ökölvívó tartott közös edzést a bajai diákoknak. Harmadik alkalommal rendezik meg városunkban a függőségmentes hét elnevezésű rendezvénysorozatot. Az idei évben a prevenciós programok között fontos szerepet kapott a sport is. A Bajai Rendőrkapitányság és a Bajai Polgárőr Egyesület egy közös edzésre invitálta a diákokat kedden délután. A Rátvai Zoltán sportcsarnokban Gálos Roland olimpikon ökölvívónk fogadta az MNAMK, a Szent László AMK és a Radnóti Kollégium diákjait. Én kaptam egy lehetőséget, hogy tartsak egy edzés, ennek az a idézőjelben, hogy inkább mozog és ne drogoz. Hát igazából tényleg a drogmentességről van itt szó, és hogy tényleg inkább a fiatalok mozogjanak, vagy bármi olyan tevékenységet csináljanak, olvasás, vagy sétálás, hogy ne vigyel őket inkább a drog. Ugye neked szívügyed a mozgás, illetve a sport. Mit tudsz tanácsolni a fiataloknak, hogy miért jó ez? Hát nagyon növeli a kitartást, önbizalmat is ad, egy fegyelmet is ad igazából. A keddi edzés során a legfiatalabb résztvevő bizonyult a leglelkesebbnek, aki örömmel mutatta be a gyakorlatokat a sportolóval. Ilyeneket ütöttünk, akkor nagyon sokat mozogtunk, bemelegítettünk, ennyi. Dudás Dorinak kiskora óta rendszeresen sportol, a boxedzésen is nagyon aktívnak bizonyult. Én úgy gondolom, hogy sokan nem tudják, akik nem sportolnak, azok nem tudják, mi az, hogy valamiért küzdeni kell. És amikor versenyszerűen csinálunk valamit, és elérünk egy célt, akkor ez nagyon-nagyon nagy boldogsága tölt el bennünket, és ezt, akik nem sportolnak, ezt nem tudják, ezt az érzést. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom azt, hogy mindenki kezdene sportolni, és minél többször. Gálos Rolanddal kapcsolatos friss hír, hogy pénteken lejátszotta a harmadik profi mérkőzését is. Az Algyői sportcsarnokban megrendezett ökölvívó gálán a bosnyák Luka Veljovic ellen lépett szorítóba a bajai sportoló. Gálos a 4 menetig tartó találkozót végül egyhangú pontozással nyerte meg, ezzel megőrizte veretlenségét a profik között. Főbb híreink jönnek még egyszer, egy-egy mondatban. Kérdéses az utánpótlás. A legtöbb aktív házi orvosi szakképesítéssel rendelkező orvos a 60 és 70 év közötti korosztályba tartozik. Jól hasznosították az 5 millió forintot. A Szent Istváni iskola fejlesztésére fordították a képviselői keret összegét. Ne drogozz, mozogj! Gálos Rolanddal edzettek együtt a fiatalok. Híradónk végén köszönöm figyelmüket. Legközelebb holnap este 6 órakor várjuk Önöket friss híradóval. Szép estét kívánok, viszontlátásra!
Csütörtökön többfelé számíthatunk esőre, záporokra. Az északkeleti szél helyenként megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 13, a Dél-Dunántúlon 5 és 8 fok között valószínű.